Mészáros, Korhut. Nagyon szép labda átvétel, Tiszalő, és benn is van! Csodálatos gól! Vezet a Debrecen! Nagyon sokat járatta a labdát egy ideig az ellenfél kapuja előtt a Debrecen, aztán utána egy kicsit hátrébb került, és amikor újra elindult előre, akkor nem védekezett megfelelően, nem koncentrált eléggé a védei csapat, éppen Murillo maradt le. Ez egészen zseniális gól. Hoccani nem tudott lenni, ez Pavlovs. Kiváló meglátás, középen megint várják a labdát, jön is Balogh felé, Balogh veszi át, 2-0! És most már van nemzetközi gólja is, reméljük, hogy sok-sok fogja még követni. Itt előbb felpörgeti, és utána jobbal bevágja. Gondás elevőre röve. Az elmúlt időszakban védekezésben, és ezen kell javítani. Most figyeljük Balogot. Balogh helyzetben be középre, Szidibe 3-0! Balogh a gólja utána egy gólpaszt is. És alapján számítani lehetett. Balogh pedig rendkívül önzetlen, látja, hogy jön a csatártársa. Tökéletes ütemben passzolja be a labdát. Szidibe pedig az ilyen helyzeteket megoldja. Kevesebb, mint fél óra után Debrecen Szkontóriga 3. Laposan középre, Varga még elérheti, ki is teszi újra. Jovanović lágyan középre, Szidibe fejel 4! A második beadás már tökéletes, nagyon nehéz ám, amit Szidibének meg kellett csinálnia, hiszen visszafelé mozog, és úgy kellett befejelni a labdát a kapuba. De a kapus mozgásával ellentétes irányban nagyon szépen fejeli vissza a második gólja a meccsen. Lehet, hogy nem négy lesz a szünetben, Balogh cserezget, Balogh még, Tisza, Tisza lő, most, és be is rúgja, ott az ötödik! Tényleg motivált volt, neki is a második gólja. Hozza a labdát, majd tovább teszi Balogh, viszont egy cser után lő. Zseniális, tényleg zseniális megoldás. Teljesen más Debrecen működik bármelyik idei mérkőzésén. És lehet, hogy az egész szezonjából, akár a nemzetközi kupa szereplés szempontjából is. Száll be, ott is a hatodik. Most azt lehet mondani, hogy csúcsbeállítás. Itt van még egyszer. Megint elalszanak. Hátul lévő lettek. Brükkovics pedig. Mert tudja végül törni. Nem hagytam benne te. Balogh. Sorokkal. Hész, 11-es. És nem lehet vitatni. Kozlovsz kezdetése után jár a büntető. A labda mögött pedig Szakály. Meg lesz a hely. Ó! 7-0! Szakály Péter góljával. Passz, szép a cser is, Bódi még! Bódi, 8! Egy ötört, megpattanó, hihetetlen szerencsés találatok, hanem nagyon-nagyon szép gólok. Már ez a passz is Jovanovicstól, aki a védelem jobb széléről futkos folyamatosan föl, és adja jobbnál jobb labdákat. De Bódi is ahogyan megtartja, ahogyan nem kapkod, hanem tökéletesen kialakítja a lövő. Halkan teszem hozzá, valahol teljesen érthető. Castrillon azonban megindul, villámgyors, Castrillon! 9-2. Betalál otthon is.
remek kiugratás. Nagyon-nagyon lassú védők. Bocsánat, Ródai parkodik, esélye nincsen. 9-2.